Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Kedves testvérek, ebben a liturgikus cselekményben most hálás szívvel gondolunk elsősorban a szüleinkre, a nagyszüleinkre, a tanítóinkra, az iskoláinkra, köztük az egyetemünkre, a nemzetünkre, az egyházunkra, vezetőinkre, és hát mindezek legnagyobb gondviselőjére, a Teremtő és Megváltó Istenre. Mindnyájuknak, ezeknek, akiket felsoroltam, most megköszönjük, hogy mi itt lehetünk, mint egy készen az életre, készen arra, hogy lássuk, mi rejlik népünk szívében, készen arra, hogy mi zajlik a munka a közjó építésének, vagy éppen rombolásának világában. Készen arra, hogy részt kérjünk és kapjunk a felnőtt kor kötelezettségeiből és jogaiból. Azaz, készen arra, hogy munkálkodjunk. Bár az iskola is nagy munkaadó, hiszen óriási szellemi és fizikai teljesítményt kíván tőlünk, hogy egyáltalán beállhassunk a felnőttek közé a munka világába. Készen akarunk állni arra, hogy családot alapítsunk, készen arra, hogy lassan levegyük, majd átvegyük szépen az előző nemzedék válláról az élet terhét. Hordozzuk azt a nemzeti és keresztény hagyományt, kultúrát, építsük, őrizzük, hordozzuk, és átadhassuk majd a következő nemzedéknek. Szóval hálát adunk azért, hogy itt lehetünk, és készen állunk arra, hogy családunkért, nemzetünkért, Isten ügyéért valami szépet és nemeset tehessünk. Ugyanakkor ne felejtsük azt, hogy megszolgálhatatlan az a hit, remény és szeretet, amit a szüleinktől, a tanítóinktól, a nemzetünktől, egyházunktól, a vezetőinktől és mindezek forrásától, a jó Istentől kaptunk. Nem tudjuk, de nem is lehet visszaadni mindazt, amit kaptunk, de nem azért kaptuk, hogy nekik adjuk vissza, hanem azért kaptuk, hogy megálljuk a helyünket az életben, azért kaptuk, hogy gazdagodva másokat gazdagíthassunk, azért kaptuk, hogy kamatoztathassuk a talentumainkat. Azért kaptuk, hogy birtokba vegyük az emberi léttel járó lehetőségeket, emberi létfeladatot. Azért, hogy valóban emberi emberekké, krisztusi emberekké váljunk. Krisztusi emberekké és magyar emberekké, hiszen a lelkünk keresztény, de a szívünknek magyarnak kell lennie. És akiknek most hálás szívvel köszönetet mondunk, azt gondolom, az lesz a legszebb ajándékunk az ő számunkra, az ő számukra, szüleink, tanítóink, nemzetünk, Krisztusunk és Istenünk számára, ha valóban kialakul bennünk az a krisztusi lélek, amely valóban, aki valóban a teremtés és a megváltás koronája. Ez a legszebb ajándék, ez szebb, mint a szakmai teljesítmény, amikor a személyi méltóságunk valóban helyreáll, és ennek a méltóságnak a tudatában tevékenykedünk. Nem pusztán csak végezzük a dolgainkat, hanem hivatásszerűen munkálkodunk. És akkor, akár siker, akár sikertelenség jut is osztályrészül, nem fogjuk elveszíteni megelégedettségünket, nem fogjuk elveszíteni értékességünket. Testvéreim, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek az egész tanévben és a most diplomázók tanulmányai során kapott jókért, és kérjük,
hogy kegyelmével továbbra is kísérje, vezesse őket és bennünket is. Templom és állványok nagyon jól szimbolizálja a mi helyzetünket és az önök küldetését. Isten kertjét újra kell építeni, fel kell újítani, hogy még sok évszázadon, évezreden keresztül örülhessünk annak a kegyelemnek, amire minket és az utánunk jövőket a Jóisten meghívott. Főtisztelendő rektor úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt egyetemi vezetők, oktatók, kedves diplomázók, kedves szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, kedves vendégeink! Az egész egyetemi polgárság büszke arra, hogy a 2021-22-es tanév tavaszi félévében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karán 604 hallgatónk tett sikeres záróvizsgát olyan tudományterületeken, amelyek az embert magát és az emberek közösségét, a társadalmat helyezik a középpontba. A Pázmány Bölcsészkara rendkívül széles palettán kínálja képzéseit, így a mai napon magyar, angol, német, olasz, francia, orosz, arab, kínai, elméleti nyelvészet, fordító és tolmács, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet, óvópedagógus, tanító, régészet, szabadbölcsészet, történelem, nemzetközi tanulmányok, politikatudományok, kelet-ázsia tanulmányok, pszichológia, szociológia, szociálpedagógia, valamint osztatlan tanári szakokon adunk ki diplomát. A 3 vagy 4 fél éves szakirányú továbbképzéseinket sikeresen végzők szintén most kapnak dokumentumot, általános mediáció, csecsemőszülő kapcsolatdiagnosztika és konzultáció, valamint különféle pedagógus szakvizsga szakirányokon. Ha megfigyeljük, ahogy már mondtam is az imént, a felsorolt tudományok mindegyikének a középpontjában az ember áll. Az ember, mint olyan létező, aki olvas és ír, így rögzítve és gazdagítva azt a tudást, amit az emberiség történelme során megszerzett. Az ember ráadásul olyan létező, aki nem élhet jól máshogy, csak közösségben, társadalomban, hazában, családban. Ezért gondolhatták a rendszerváltás idején a politikusaink is, a bölcsészek és társadalomtudósok, a filoszok lesznek azok, akik a társadalmat egy szebb és jobb világ felé vezetik. Azóta a világ sokat változott. Az elmúlt években egyre nagyobb szerep jutott a jogászoknak, akik az emberi és a társadalmi együttélést szabályozzák. Majd napjainkra a matematikusoknak, akik modellezik és kiszámítják nem csak a vírusok terjedését, hanem a háborús és gazdasági esélyeinket is. De jó ez a világ, ahol a filozófus király székébe a jogász vagy a matematikus ül. Ahogy ezt már az antikvitásban világossá tették, mindhárom képességre szükség van. A poliszt szervező, törvényt formáló államférfira, a világot logikus rendben értelmező matematikusra, de a bölcsesség szerelmesére, a filoszra is. Az imént említett tudományterületek nem vetélytársak. Jól látszik ez a következő kérdésekből, példákból is. Mit kezdhetünk a teremtésvédelemmel, ha csak számolunk és modellezünk? Vagy mit ér, ha néha még egymásnak és a tényeknek is ellentmondó jogszabályokat alkotunk atomerőműről és villanyautóról? Persze az is kevés, ha csak verseket írunk arról, hogy milyen jó volt akkor, amikor még máshogy volt. Az ezekkel a húsba vágó kérdésekkel foglalkozó tudományok mindegyikére szükség van, hiszen ezek a tudományok csak egymást kiegészítve adhatnak teljesebb képet a világról, és csak együtt tudnak a megoldások irányába vezetni bennünket. Tehát a bölcsészettudomány és társadalomtudomány továbbra is megkerülhetetlen,
és újabban ismét egyre növekvő jelentőségű érték maradt a munkaerőpiacon is. Kedves végzősök, hatalmas szükség van önökre, az önök tudására. De még ez is kevés, mert bármennyit is okoskodunk mi, Isten az, aki végül választ ad és megment minket. Azért, mert szeret bennünket, szereti a világot és szereti az életet. Ne feledjék, mennyire fontos az önök örökké valóságra szánt lelke is. Tisztelt ünneplők! Még egy utolsó, nagyon praktikus kérdés vetődik fel. Miért vagyunk Esztergomban? Két válasz adható a kérdésre, egy gyakorlati és egy filozófikusabb. A gyakorlati válasz az, hogy hála Istennek annyi diplomázónk van, hogy csak itt fértünk el. A filozófikusabb, hogy a filosz a lét társadalmi szervezetének egyik alapja, úgy Esztergom magyarságunk középpontja. Géza nagyfejedelem székhelye, aki a római kori alapfalakra építette a kővárát, ahol a legenda szerint Szent István született, ahol Istvánt királlyá koronázták, és ami azután a magyar királyság érseki központjává vált. Egyszerűen ide köt minket a nyelvünk és az államunk, és az, hogy katolikus egyetemen végeztek hallgatóink. Itt a magyar katolicizmus központjában köszönjük most meg, hogy a Jóisten a tudásvágy ösvényén a diplomáig vezérelte végzőseinket. Nem volt könnyű út, hiszen a járvány nagyon nagy megpróbáltatás elé állított diákot és tanárt egyaránt. De meg kell köszönnünk barátaink, fele barátaink támogatását, és hálát kell adnunk szüleinknek, szeretteinknek az odaadó támogatásért és szeretetükért. Itt kell megköszönni Esztergom városának, hogy az ősrégi szeminárium évszázadai mellett az újra katolikussá lett esztergomi pedagógus képzésnek, legújabban pedig a régészettudományi kutatásoknak ad otthont, a város és a nemzet javát szolgáló állandó megújulásban. Ahogy ilyenkor mondani szokták, most valami véget ért, de valami más elkezdődik. Az itt megszerzett tudást mindenki saját, valamint szűkebb, tágabb környezetének boldogulására fogja fordítani. Kívánom, hogy sok gyümölcsöt teremjen az a munka, amit a hamarosan készhez vehető oklevél jelenít meg. Vivat Akadémia, vivant professzorész, Isten segítse önöket útjukon! Gyakran használjuk azt a kifejezést életünk során, amikor valami komoly feladatba vágjuk a fejszénket, hogy aminek kezdete van, annak vége is lesz. Ám a kezdet pillanatában nem hisszük még, hogy milyen hamar végére érünk a feladatnak, ha a számunkra jó, izgalmas, élményekkel teli és még hasznos is. Az egyetemi évek pedig pontosan ilyenek. Belépünk az intézmény ajtaján, elindul velünk a körhinta. Hol gyorsabban, hol lassabban, aztán meg egy reggel arra ébredünk, hogy megállt alattunk, hogy állunk a nyári melegben, és csak akkor tudatosul bennünk igazán, hogy vége, amikor meglátjuk a többieket is a végzős ünnepi viseletben, és elhangzik a nevünk, majd átveszük az oklevelet. Ez történik most is önökkel, kedves végzős hallgatók. És közben azt kérdezik maguktól, de hová tűnt az elmúlt 4 év? Hol vannak a szorgalmi időszak laza hetei, a vizsgai időszak izgalommal teli pillanatai, amikor nem tudtuk eldönteni, hogy egy kávé, vagy inkább egy hideg zuhany kellene ahhoz, hogy még belepréseljünk a fejünkbe 2 mondatot, na és hol vannak a szakestek, és esetleg a vizsga utáni bulik. A válasz pedig erre a kérdésre az, hogy az emlékekben. Ezt mind itt kapták, a tudást, a mintát, az élményt, a fiatal lét gyönyörű, sokszor laza, sokszor komoly, de ember és jellem formáló éveit. Én ennek zárásaként kívánom, hogy sikerüljön mindenkinek megtalálni azt a helyet, ahol elkezdheti munkáját, amire a diploma feljogosítja, és azt is, hogy az ne csak egy munka legyen, hanem örömforrás is. Találják meg a számításukat, fejleszék tovább tudásukat.
Köszönöm a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárainak, oktatóinak is a tartalmas és színvonalas képzést. Kedves végzősök, most elköszönök Önöktől Esztergom megyei jogúváros nevében. Bízom benne, hogy lesznek, akik itt kamatoztatják tudásokat, mert a városnak szükség van a kiművelt emberfőkre, fiatal, lendületes, jó szakemberekre minden területen. Ha végignézek Önökön, s ha Önök is magukon, egymáson, a kép azt juttatja eszembe, hogy valami elkészült. Kész van. Diplomás értelmiségiek állnak előttem, akik tudás iránti vágyjal és szándékkal érkeztek, most pedig úgy távoznak, hogy próbáltak felnőni azokhoz, akik Önöket tanították. Gondoljanak rájuk vissza jó szívvel. Tudásokat pedig bővítsék, mert a tanulás folyamata egy életen át elkíséri az embert. Legyenek kitűnő, egyben hasznos emberek, de azt soha ne tévesszék szem elől, hogy kitűnővé egy szerencsés perc alatt is válhatunk, de hasznossá csak a fáradtságos évek tesznek. Isten adjon Önöknek szerencsét, teljességet, Esztergom megyei jogú város nevében szívből kívánom Önöknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Hallgatói Önkormányzat nevében köszönhetlek benneteket eme nemes napon és lélegzetelállító helyszínen. A Pázmány egy közösség, amin én, de ti, mint hallgatók épp úgy dolgoztatok az elmúlt évek során, amiért roppant hálás vagyok a jelenlegi és jövőben hozzánk érkező hallgatók nevében is. Egy közösség, amely befogad, erőt ad, van, hogy mosolyt csal az arcokra, felejthetetlen emlékeket szerez és életre szóló barátságokat hoz létre, mindezt a katolikus értékek fényében. Évről évre, amikor érdeklődő gimnazistákkal vagy új hallgatókkal találkoztam, rendre felmerült, és minden bizonnyal még jó párszor elő is fog jönni, az a kérdés az egyetemmel kapcsolatban, hogy de mit is jelent az, hogy katolikus? Lehet korábban ti is feltettétek ezt a kérdést, de minden bizonnyal már tudjátok a választ. Én minden alkalommal azt mondom a formális elemeken túl, mint hogy nem az állam a fenntartó, vagy hogy vannak kötelezően elvégzendő tárgyak, hogy leginkább az egyetemünk lelkiségére, a mentalitásra és az értékekre utal a katolikus jelző. A Pázmányra bármennyi hallgató is jelentkezik, számunkra fontos, hogy egy évről évre megújuló igazi közösség jön létre, amelynek tagjai szeretve érzik magukat pázmányos társaik körében, törődnek egymással és odafigyelnek egymásra. Az egyetemet megelőzően én 12 évet töltöttem el a közoktatás keretein belül katolikus intézményben. Számomra fontos volt, hogy egy értékekkel rendelkező felsőoktatási intézményben tanuljak tovább, ahol az előbb említett elemek is jelen vannak. Személy szerint viszont nem is számítottam arra, hogy egyetemi kereteken belül, mint oktatók és hallgatók részéről megvalósulhat mindaz, amit az elmúlt 5 évben átélhettem. Legyen szó a hallgatótársaim barátságáról, az oktatóim irányomba történő támogatásáról, vagy egyszerűen az élményekről, amit egy-egy pázmányos eseményen élhettem át. Remélem, hogy ti is megtapasztalhattátok tanulmányaitok mellett azt a plusz értéket, amit a Pázmány ezen a téren nyújtani tud, ezzel is magasan kiemelkedve a többi felsőoktatási intézmény közül. Remélem továbbá, hogy azok az értékek és az a mentalitás, amit a Pázmány képvisel bennetek is ugyanúgy megmarad, és ezáltal továbbadjátok, illetve segítségül felhasználjátok majd az életetekben, legyen szó könnyű vagy nehéz, és boldog vagy szomorú időszakról. A mai nap mindenképp a boldog időszakhoz tartozik, hiszen ünnepélyes kereteken belül hamarosan átvehetitek diplomáitokat, amely egyszerre jelent tudást és szellemiséget. Úgy gondolom, mindkét elem hasznos és legtöbbször elválaszthatatlan. Ti pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának végzett hallgatóiként mindkettővel rendelkeztek, ami kizárólag a javatokra fog válni az ezt követő életetek során. Amihez pedig sok sikert kívánok. Köszönöm szépen a figyelmet.